Szegény legény voltam, gazdag lánykát vettem, azt is hazahoztam, ágyamba betettem. Népballadák csendültek fel november 9-én csütörtökön az egyetem fárépületében, ahol a szépkorú hallgatókat várták az e-havi nyugdíjas egyetem előadásával. A vendégelőadó ezúttal a népművészet ifjú mestere díjas kobozművész Szlama László volt, aki a népballadák világába kalauzolt el a hallgatókat. Gondoltam, hogy a népballadákról tartok egy előadást, mert számomra igen kedves műfaj ez, hogy balladákat énekelni, kobozzal lekísérni, illetve hogy is volt ez régen, milyen sztorik vannak, milyen típusai vannak a balladáknak. És készültem föl az előadásra, és már korábban is ismertem ezeket, de nyilván egy előadásra az ember mindig jobban beleássa magát a témába. És hát döbbenetes világ, nagyon szép, és csak egy szeletét tudtam bemutatni, de én magam nagyon élveztem mind a felkészülési időszakot, illetve azt, ahogy talán ezt át tudtam adni a közönség számára is. Az előadáson kiderült, hogy a népballadák fő témája természetesen a szerelem, a szabad párválasztás joga, de az átalakuló élet problémáit is gyakran megfogalmazták. Tehát a ballada gyakorlatilag a középkori parasság nagy alkotása, 14-15. Században viharos gyorsasággal söpört végig Európán, nagyon hamar meghódította az európai népeket, és teljesen kiszorította az azelőtt uralkodó hősénekeket. Az előadáson kiderült, hogy miként épül fel a ballada, egy párbeszéd vagy monológ hogyan építi fel a dalt, ami aztán kicsúcsosodik, majd tanulsággal zárul. Bár a népballadák most kobosz kísérettel csendültek fel, régen hangszeres kíséret nélkül, csupán a szövegre bízták a hatást az előadók. Vannak sok olyan videó az interneten is, hogy a néni, moldvai csángó néni, tegyük fel, áll egy helyben, és szinte rezzenéstelen arccal adja elő a balladát. Persze, átjön, de ahogy énekli, ahogy átéli a szöveget, ahogy lecsapódik belőle a gondolat, és ahogy ezt átsugározza, az lejön. De az arca megserezzen szinte. A novemberi nyugdíjas egyetem előadásához kapcsolódó online játék már elérhető a város honlapján. Az előadás megnézhető péntektől a nyugdíjas egyetem Moson-Magyaróvár közösségi oldalán, most hétvégén, szombaton és vasárnap pedig több alkalommal is megnézhetik televíziónk adásán. A következő előadás időpontja december 7-e, csütörtök, amikor is Farkas Ervin evangélikus lelkész tart előadást a Betlehemi csillag fényénél címmel.